Na, és akkor itt van a Z-team. Most már látszik azért egy kicsit a karakterportrékon is, akármennyire furcsán low quality-nek néznek ki, hogy kezdünk szerezni jobb gírt. Ugye a új páncélok, a full plate kedves paladinunkon, meg ott a nagyon divatos korona a varlok fején. Úgyhogy... Igen, engem már, hogyha paladinnal föltennének egy ilyen, mit tudom én, gáztűzhelyre, akkor nem sokáig bírnám, mert hogy rámolvodna. Jó kis heat metal. Igen, rámolvodna a full plate. Az biztos. Yes. Remélhetőleg semmilyen nem fogunk találkozni. Hopefully. Fireballon sült ork steak, vagy ilyesmi. Igen, igen. Már önmagában is az ork paladin az valami zseniális. Figyelj, nekik is lehet strong sense of justice-ük. Igen, ez a mindenkit megölünk, de nem szabad senkit megölnünk, hiszen paladinok vagyunk, és az életet védeni vagyunk hivatottak, szóval... Mindenkit megölünk az igazság nevében. Igen. Na és akkor ugye a következő volt a helyzet, itt volt egy ilyen irdatlan ronda kastély valahol a szomszédban. Itt mindenféle szkeletonokkal és zombikkal és gúlokkal és egyebekkel. Mi viszont találtunk egy potenciális hátsó bejáratot, ugye, mint mondtuk, mindig a hátsó bejárat. Egy kriptán keresztül, mert mi sem lenne természetesebb, mint hogy kriptán keresztül közlekedjünk. Úgyhogy let's go camping, Szerkó. The outside graves were likely for servants and guards. The mausoleum holds a few burials, but its main purpose is to hide the secret entrance. The most important graves are in the catacombs down below. And by important, you mean rich. Hajszányit majd lejjebb tekered a játékhangját a te oldaladon, mert egy pillanatra visszahallottam. Nem, akkor bedugom. A füled. Mert hogy Zoli megpróbált most éppen. Majd úgy csinálom, mint a Csénél tegnap, hogy nem teszem a fejemre a páncot, hanem hátradobom. Uh-huh. És akkor ilyen amerikai rapperesen hordom, nagyon hülyén. Én is szoktam úgy egyébként. Na, nyitottam egy... Nem szorítja ketté az agyamat. És... Oké, okay, bedugtam, érzed? Mármint... nem, de nem hallom, ami már pozitív. Yeah. Egész. Na, akkor szerintem irány lefele. A lényeg az, mindig hátulról kell bemenni, ezt minden férfi tudja. Vagy mi van? Sokkal biztonságosabb. Így van. Hát! Ó, és mit találnak szemeim? Lóvasutat. Elmegyek ide magaslat. Jó, gyere vissza! Gullak egyet magaslat. Azt hittem, hogy fölmászik a falon. Hát nem. De hogy miért is mászna föl a falon, mikor körbe is kerülhet és lebuktathatja magát? Nem baj, szerencsére időben benyomtam az attackot még. Úgyhogy én még nem buktam le. Ostoba egy AI. Ostobatuk! Komolyan mondom, ez borzadály. Sőt, azon gondolkozom, hogy ha átváltok vizére másodlagos fegyverre, akkor még tudok ütni arra egyet. Na. Úgyis ezért kétkezes jó arccal vagyok. Még tovább is tudnék mozogni. Jó, ide állok, hogy ne legyen útban senkinek. Te egy eléggé ideális vagy. Ideállós, meg odaállós, meg... Igen. Ők meg, mivel még mindig szörpöt rajzolnak, ezért nyugodtan lehet őket. És most már föl tud menni a falra, mert egy idióta. Igen. Arra mászolt tőle? Na. Vagy magadtól? Én szerintem ebben nem kell semmi más extra. A szokásos. Ja, mennyi hátra. Legyél nem itt. Viszlát. Milyen vicces lenne, hogyha bedobnád abba a kék négyzetbe, és eltűnne, átmenne a másik helyszínre. Há, igen, átmenne a másik pályára. Na jó, na. Akkor unhide. Orak nem a lopakodás nagymestere amúgy nem, se. Nem. Ja. Én hozom a DPS-t. Mr. Páncélcsörgés. Komolyan, 1 HP, komolyan? Jól van, dude. Baj? Druidút megoldja. Spell.
lett. Gulát akarítva. És szerintem... Elkíted a gulágra? ez... a slap party. Na, akkor... kedves rangerem, az mindjárt megtisztítja ezt a gult is. Megtisztítja. Imádom, amikor kiírja a gulra, hogy dead. Időhalottról beszélünk, tehát ezt így feltételeztem. Miért? Csontvázis. Igen. Én azt mondtam, hogy a csontváz inszalag nélkül hogy tudja megfeszíteni egyáltalán az íjat. Tehát, hogy így... Magic. Hogy az? Hát én akkor ide bekészítek egy Ready Eldritch Blast. Eldritch Blast? Ja, hát, ha kifut valaki. Biztos, hogy kifut. Csak nem biztos, hogy látod. Mondjuk ide. Ő? Ezt neki készítettem be. Segítettem föl a falra. Igen. Föl a falra, ó. Ha. Azt nem éred el szerintem ott fönn. Nem. Nyisd ki a kaput. Hát a körbe jön a másik. Sure, why not? Nyik. És akkor be is redizel egyet. Ott van még egy mellett, úgyis tehát. Gyere bro, gyere, gyere! Ő. Nem. Gratulálok. Azért az előző critical hit után egy critical miss, az így tökéletesen... Balanced as all things should be. Nem segít ezt a kocka? Bocsánat. Már hogy ki a kocka, tudod? Yes. Druida az egyelőre még nem annyira hasznos a fightokban, hogyha nem akarok nagy spell slot mennyiségeket elhasználni. Úgyhogy egyelőre még csak ilyen supportív szerepben tündök fel, de majd amikor meg lesznek a nagyobb szintű spelljeim, picit egyszerűbb lesz a helyzet. Mr. Dudebrot innen lelőjük. Szupi. És... bejövök ide az ajtóba, csak azért, hogy miért ne. Mert már nem tudok visszaváltani ugye a melee weaponre. De abban a pillanatban, amint a következő körben át tudom cserélni, akkor lesz nem ulas. Vagy ne gulás. Vagy gulás. Haj meg. Gulást főzöl belőle? Próbálkozzá csak. Hogy az X-plane-es menübe voltam, és az nagyon messze van, oda nincsen kirakva a... Ja, értem. Na. Egyiket se látom. Oh. That's lovely. Innen látom az egyiket. Most kéne Kebi, aki így mutatja két kézzel, hogy hát itt van! Igen. Valahogy így. Jó, más nem kell. Ez ilyenkor ugye... fűrész. Nem, az egy falat. Isten, folyik falunk, komolyan szombat délután. Ez a szombat délutáni hobbiuk, hogy... Igen. Motorfűrészt flexelnek. A flexes mellé megjelent egy motorfűrészes is. Miközben a Fentvario 900-as 47-1-ére megy el az ablakom alatt. Meg a Mario 900-as. Tessék eltakarítani azt az utolsó gult. Gululj el innen. És rájuk parancsolom ugye, hogy gulás. Tudom, ez egy rossz. Na tessék, akkor lootolunk, ahogy az kell. Pénz. Visszakaptam egy mérgezett nyilamat, ez kifejezetten pozitív. A mérgezett nyíl pozitív? Hát, méreg pozitív. Sőt, a másik mérgezett nyíl, amit visszakaptam. Olé!
Ez kettőből kettő. De ide nem lehet véletlenül, nem lehet. Nem lehet. Pont nem lehet véletlenül. Sőt, szándékosan sem. Ha akarunk, akkor ott fölmászhatunk egyébként. Itt a falra föl lehet mászni. Csináljuk most a csontvázakat, vagy... Mivel itt még könnyen ki tudunk menni aludni utána, ezért vaj, na... Vigyázz, vigyázz alul. Hú, ki akar nyírni. Közel volt. Azt akkor lopakodjuk meg. Vagy hát lopkodjuk meg igazából elsősorban. Pénz, pénz, pénz. Scroll of Globe of Invulnerability of Scroll. Jaj, ha mehet a... Részemre... Mert... Enforcehold ezt. Forcehold N. Ja, megkínáltad őket egy Eldritch Blast-tel. Bye! Ő odében forszolódott. Kapott Enforce damage-et. Jó, szerintem orakkal meg lerohanok. Jaja. Nem rossz, hogyha oda gyűlnek a mílik. Meg az éjivad. Akarok-e én föltenni egy Shield of Fate-et, mivel úgyis alszunk Vajnat. Tudunk aludni még úgyhogy. És mi a terv? Megpróbálunk mindenkit megölni, vagy? Hát, ha már itt vagyunk. Vulnerek nekem a izéra, tudod. Tényleg a csontvázak azok egész jól. Kapják. Kapta halt. Vulnerek a macerációmra. Hogy mit? Viszont megmacerálom akkor... őket a macéval. Viszont akkor lehet, hogy csinálok egy ilyet, hogy te maradj ott. Kupisodni. Igen. Ők meg ha lehet, akkor ne. Nem tudok semmit meg. Tudod, nem jönnek körbe? Ha. Na és akkor... Mivel ez a jó, jó tud lélek... Én nem bele tudom őket tunkolni. Jaj, én meg... ja, az egy tök jó ötlet, én meg fölmászok itt és elkezdem az archerokat leírtani. Ha már... Melee Ranger vagyok. Na, a Skeleton Archer is dead, ami egyébként még mindig nem meglepő fejlemény. Meghalt a halott. Igen. Íh, azt mondjuk eltalált. Nem tudott volna sokkal... kevesebbet dobni azt, hogy már ne találjon el. Na, akkor én azt a két fönti csontot intézgetem. De légy kedves akkor a... lögdösni ezeket a tüskebokorba, meg egyéb ilyen viccesség. Hát ő nem mozdul. Ja, mert az orak felelőkte volna ebben az esetben. Abbe? Nem kell semmi. Nem kell semmi, mert vulner. Ja, viszont jött még pár új. Úgyhogy arra majd figyeljünk oda. A csontváznak vajon miért szúrja a Spygro? A szemét. A szemét. Igen. A szemét. Mit tudok én tenni? Nem jók ezek a spellek az a helyzet. Natura Encho Malmi. Na hát, ennyi is elég jó. Maradok itt. Maradok alássan. És még megszkeletálom a szkeletont. Szurkapiszka. Szurkapiszka 2. Go to hell. Ígyni. Másik arcsúr. Ha a szkeletonnak átszúsz a bordái között, akkor miért sérted? Büszkeségét megint csak. Húzd bele, úgy, okosan. Nem, látod, kikerüli. Hát oké, de rámegy egy egész köre. Nyári Just for Fun élménytábor? Attól függ, milyen élményekre vágysz, tehát, hogy... Égje pakol tüzein, vagy ne. Ez halálra égett eléggé. És visszamaxoltad a temp HP-det, úgyhogy...
Hát attól függ, Tomi, mert hogyha a paintball pályán lesz, akkor... Nem rossz ötlet. Abszolút. A rajongó lányokat majd odahozzuk. Illetve majd te hozod a belga lányokat, vagy valami ilyesmit. És bömböltetjük a belgát. Egy zsák ilyen belga lány, vagy mi az Isten kézilabdások, vagy mi. Ó! Oh. Volt egy röpis ex-barátnőm, az a csomag az úgy jó volt. Ő meg a barátnői, tudod? Intézem, jó van, helyes. Igen, de a belga kézislányokról eszük majd a belga csokit. Te mennyibe élsz, hogy a 16 nem volt elég? És a belga sörben felejtsd el mellé. Oh. Nem tudom, hogy a belga sör az milyen, azt szerintem még nem tudtam. Egyébként érdekes, Poison, mire számítottál? Igen. Nem nagyon van másom, amivel sebezzem. Szóval, hogy ha már a belga dolgoknál tartunk, akkor a belga konyha az nagyon-nagyon sok sörrel főz. Nagyon-nagyon nem tetszik nekem egyébként az ételeiknek az íze, de ettől függetlenül valószínűleg ezért is ismertebbek a sörökről is. Ha esetleg lehetne, hogy a belga konyha mesztelen lányokkal főzzön, azt jobban adnám. Vagy csokival. Jó, hát az a longbow az nem ment olyan messzire. Az viszont eltalált. Nem szeretem őket. Mondtam már. Mit próbálkozik téged meglögdösni, érted? Ja, sok szerencsét a felrakott izéval. Plusz 2 AC-val. Hát az mondjuk nem AC-ra megy, hanem strength... Opposed strength checknek hívja ugye a szabályrendszer. Na? És kikerül, érted, az összes gyökér? Yes. Lassan már úgy körbeálltak, mint a csoki csávok Piper Perit, szóval. Insert Piper Peri memes hír. Egyetlen egy különbség az, hogy itt te vagy az, aki nagyobb, hogy mondjam, sebzést okoz. Na, az első, akit sikerült visszalögdösnöm. És kapott is tüskedemizet. Ajánlom meg gyorsan. I win again. Klotty. Ugye fontos tudni a kedves nézők számára, hogy a kis kalapács, ami Orak kezében van, az ugye bludgeoning damage-et csinál. A bludgeoning damage-re meg a csontkollekciók lévén, hogy csontkó vannak, érzékenyek. Úgyhogy innentől lehet velük vicceskedni. Double the damage. Double... Yes. Natura Enzo Lütj. Egy egész sebzés. Like és hogyha azokat eltakarítottuk onnan, akkor utána én ledobom a tüskebokrot, mert láthatóan nem sokra megyünk vele. No, ijászok föntről letakarítva. Úgyhogy mindjárt megnézem, hogy erről jönne lefele az emberünk, úgyhogy lefutok idáig. End turn. Na, és akkor... Ez hülye talán. Mit képzel? Leüti a temp HP-t, úristen. Még? Az vagy nem sérült benne? Nem, nem tudom, de én is szeretném ezt tőle megkérdezni. Hogy ez dolog, hogy el nem talál senki, de... Visszamennyi? Most jön a visszamennyi? Ja. Iszkiri vissza a helyedre. Viszlá! Oda, vissza, oda, vissza. Koki. Ennyi. És jól emlékszem, hogy már nem volt sok hátra a következő körünkig? Vagy következő szintünkig? Ó, majdnem level 5-ösök vagyunk, srácok. Az lehet, hogy akkor szerintem akkor ezzel meg lesz, ja. És akkor a közérthetőség kedvéért leveszem a csipkebokrot. És maradok magamnak ide fönt. Na. Szerintem amúgy még erre van, jöhetsz ám nyugodtan. Mintha még itt kettő lett volna. Már nincs több, de majd akkor lesz, hogyha megjelenik a... Senior Rossnasher. Igen.
Adams. No quarter given. Jó. Ez igazán mellé dobta nagyon szépen és kecsesen. Imádom azokat a hangokat, amikor dodge-ra. Szerintem az Enforcert én már leütöm. Ja. Archert el talán onnan szerintem pont. Be tudsz kéne. Arcana evil! Malmis! You get a chance! Na, te meg halljál meg. Azt a kokit. Kellemes húszás bele. Ott is olyan Adam Smasher meg is jelent a lángoló fejével. You there! Stop! Don't move! Who are you? Who are you? Nem fail. Tudjuk megmondani, hogy kik vagyunk? Nem, csak nem tudjuk. Kik hogy... vagytok? Wisdom check. Megtámadjuk, vagy megtrikkeljük? Volt valami hasznunk ebből? Nem. Ott néz ki a vállam mögött. Kuki-kuki. Hát szerintem, hogyha ha megöljük őket, akkor még biztos meg lesz az XP. Igen, és szerintem volt valami fegyver ennek a csávónak, nem? Lehet. Valami neves fegyvere. Meg sokat, sokban nem lényeges, hogy életben hagyjuk-e vagy sem. It's just a few skeletons. Let's get them. It's just a few skeletons. Híres utolsó mondatok. Igen, igen. Oh, legalább te kezdesz. Nagyon jó. Még van rajtad akkor... Shield of Fate-tal megkockáztatod? Az még hagyján, hogy van rajtam Shield of Fate, de nem használtam egy izét se. Egy smite-ot se. Smite! Adam Smasher le lett harmadolva. Archie, a skeleton. És próbáltak opportunitálni. Nem találtam el. Ja, és föntön is települtek megint ilyen szok, ha jól látom. Nem, Enforcer van fönt. Ez minek? Ott fönt forszoli az Ent. Igen. Te normális vagy? Bye. Alágyújtottam, azt elfutott. Igen. Jaj, na jól van. Na és akkor Ádámot nem hagyjuk élni? Tudod mit? Kicsit, próbáljuk meg őket. Ajaj, az egyiket meg is ritkított. Nagyon jó. Jó, akkor én kardra át, és akkor én is megkínálom Ádámot egy kis rövid karddal. Már csak a felét kapja be. Harder, erős. Hát csak a felét kapja be, rá kell koppintani a fejére. Mi? Megpróbált live drainelni, de nem jött neki össze. Miért nem jött össze neki? Ja, mert light sensitive és valami fény közelében áll. Hát... sorry, dude. Viszont... Igen, mert megcsaptam a holy. Holy-holy-val? Sákreveli Noiti, tudod. Igen. Na, azt mondja, hogy ez nem talál el társat, viszont mind a két rossz arcot meg... Egy halott, a többi elvezi. És akkor visszajövök ide. Ne legyünk egy kupacban. Ugye ez D&D és egyéb ilyen csapat alapú harcoknál egy fontos dolog. Sose legyünk egy csomagban. Ki tudja, hogy mikor jön egy fireball. Itt még pont nem fog, de azért... Na. Ja, nincs kaszterük. Meg életük? Az sem. Bár ennek pont még maradt egy darab. Egy rohadt HP... Öcsém, fiú. De hogy ne halálhatna, akkor ne, jó? Na, teljesen hiába lövöldözgetik egyébként szegény... Én értem, én csak hát. Szegényet, mert mindig visszatöltöd a temp HP-t. Jó van, Tomim. Jó melót nektek, vagy munkát, vagy nem tudom, vizé dolgoztok, vagy vizé pályára jönnek. Mert akkor meg jól lövöldít. Addig is további jót. De ez biztos. Ó, izébe vagyok milibe, ez baj. Van-e nekem valami shocking grasp-em? Az van.
Teljesen sokkolta a dolog. Meg lettél villámcsapva. Pontosan. Jó, tudod mit, majd én elintézem az 1 HP-sat a druidával. És addig rámegyek inkább erre az archerre itt. Egy archer. Meg még egy halott. Csak a halott archer, a jó archer. Illetve, hogyha össze akarsz hasonlítani, akkor kakar kacsacsőr. Jaj. Kacsa archer. Mit ütögeted a druidával? Mit képzelsz? Tudom, hogy hátrányja a dobom, de hátra. Well. Tudod mi van? Szerintem half covert adtam neki a full plate-tel. Nem, disadvantage-re támadtam ezzel miatt a... Ja, közel, aha. Közel harc miatt, csak azt akartam, hogy ha annak egy HP-je van, azt akkor is leütöm, hogyha immun is a poisonra, mert csinál valamennyi piercing damage-et az enyém. Ilyet viszont leüthetné a másik enforcer, tehát majd legközelebb. És a Ameriel-lel meg azt az archert legyek kedves megritkítani. Gyere le! Lejött. Vagy hát nem, de... Nem is csinál már mást. Akkor íra át, megpróbálom ott a önti archert lekritkítani. Hello, Viszlát. Értem, hogy immun vagy a poissonra, de... Nagyon imádom egyébként, hogy ennek a Wood Elfnek így, hogy amilyen skilljeim, meg feat-jeim, meg egyebeim vannak ilyen sok a movement speed-je, mert simán fel tudok rohangálni az enemikhez akkor is, hogyha meg kellett másszak valamit. Na jó. Ja, ezért nem szeretek ilyen halflinget meg törpét hozni, mert alig van movementjük. Tisztelt! 20k-sz itten. Ő ugye a fingós druid, tehát ő a világ végére is. Ameriát meg megint hiába lövöldözgeti, mert a valós HP-jába semmit nem fog leütni. Bonk. Orszoljál máshol. More coming your way. Ez annyira ez a... Bonk. Összeesik. Kap egy ilyen klattyot, aztán ennyi. Ja, ja. Ez meg kap egy... Te pedig... Eldritch Blast-et. Pusztulj! Yeah. Na, XP? Level up? Yes! Megvan a level up! Határozottam. Oké, ez... Pénz. Scrafting. Scrafting. Na, van benne egy csomó nyíl, majd szed ki, ha gondolod. Sima nyíl? Az nem érdekel. Aha, ja, jó. Pénz. Ilyen kicsikre már nem adunk, pénz. Magnificent Studded Leather. Azt nézd majd meg az ember kéddel. Ten középen. Csuklás. Oké, megyek lefele mindjárt, csak még itt felszedem ezt a maradványt. Itt már semmi. Nyilak. Meg izé nyulak. És itt is csak nyilak. Azt mondod itt lent középen? Nézzem meg. Uh-huh. Jövök is. Mindjárt meglátjuk, mert... Magnificent Studded Leather. Very nice. Azt mondja, hogy a mostani armorom az ad 15 plusz 1-et. Nem, 14 plusz 1-et, bocsánat, és 2 maximum dexterit is, tehát hogy
valószínűleg jobb lenne a Studied Ladder, ami ugyancsak 13-at ad, viszont megadja a teljes dexterity bónuszomat. Ugye 14 meg 2, 17, ez meg 13 meg 5, 18. AC 18, nagyon jó. És ezt a medium rare armort, ezt kéred, vagy? Eladjuk majd. Oké. Jó. Szerintem itt most, ami rögtön available, azt mindent kilútoltunk, úgyhogy menjünk, aludjunk egyet, egesszünk. Illetve figyelj, szedjük már fel a harmadik csontot. Ja, mert az itt van valahol. Ja, igen, az erre. És itt még lesz ugye egy-két gull is, ha jól emlékszem. Ja. Én is mindjárt fölmászok a csajommal. Le. Nem mászok fel a csajommal. Átmásztál a túloldalt, úgyhogy... Akkor egy gyökér. És nyilván a DPS van a legtávolabb? Ja, nem csak nincs nyitva a kapu. Yes. Az ilyen bonyolult taszkokat nem számoltuk bele, mint ajtónyitás. Jó, legalább látják. Jó vagyok, bekészíthettem volna egy mindegy. Jó van, ez úgy... Csaja úgyis fönn van magaslatban. Lögdösset csak ők. Hát igen. Az nagyon miss. Nagyon mal miss volt. Te másszál ide. Mal másszál ide. Cast spell... Nem. Cast spell... Igen. Hílel magán egyet csak a... Hetsz kedvéért. És... Ready... Entry. Gyertek csak, gyertek csak. Illetve gyertek kicsi osztrigák. Oly szépen sütön. Ha valaki tudja, hogy miből, mire volt ez referencia, akkor jó neki. Mi? Nézd meg, körbe mászlak, ugye? Matild ma körbe úsz. Gúszúrás. Szógúrás. Az a sebzés az bizony, mind a két alkalommal egyet dobtam a D6-on. Nem szeretjük. Ja, nem túl sok. I thought we said cautious. Nagyura, Encho, Malmis. Picit megbököttem csak, hogy megpuhítsam neked, tudod. És még mindig fönn van a... Még 6 percig fönn van a Shield of Fate-ed. Jó gyorsan csináltuk. Ja, gondoltam, nem pazaroltunk, hogy mondom, semmit. Ha már itt mindenbe belebonyolodunk, akkor... Ja. 22 AC mindig jó. Bonk. Na. Menjél innen el. Viszlát. Na, az viszont egy egész korrekt damage volt. Ja, és azt hiszem level 5-ön, de lehet, hogy majd level 6-on, már nem tudom pontosan. Akkor kapod az update-et a cantrip damage-ethez. Szerintem 5-ön, mert a Baldur's Gate 3-ba is ezt amikor kaptam. Na, az egy halott élő halott. Igazán kedves tőle. Ő már duplán halott élő halott. Életlen halott. Te, mit te képzelsz? Így már kicsit jobban hangzik a damage. Röcs. Bocsá, röcsöge. Olyan szintű... Na! Olyan szintű a movementem, hogy... Még így se találtam. Hogy... Innen, ahogy álltam az ütéseim után, még felmászhattam volna erre a másik kapura. Mert miért ne? Smite-ot, úgyhogy... Yeah, why not? Úgyis aludni megyünk is. Ja, úgyis alszunk.
Hova még a... Ja, oké, okay, ott kettő van. Csak olyan hülyén néz ki itt. Szürke alapon szürke gúlok. Olyan szürkék a mindennapjai. Ez az. Na akkor, törpe uram, legyél kedves. Szokásos, nem túl sokat érő, de... Legalább valami. És akkor... Revit Carpel lerendezi a problémát. Ja, és akkor itt van az a zsák, azt hiszem ebben van a... Talán itt hátul. Valamiben valahol. Na, itt vannak, megtaláltam. Angbi csontjai. Úgyhogy a sidequest az gyakorlatilag kész. Már csak el kell vinni ugye vissza kiflibe a... kerkiflembe a... csontokat, és vele együtt a hozzájuk csatolt maradványát szegény törpe uraságnak. Adok neked olyat, hogy mask your wounds. Scroll of mask cure wounds? Cure wounds, mask cure wounds. És azt tudom is használni. Végre fír? Valami. Fírelni tudsz? Nem. Kefír. Azt szerintem lehet, hogy te tudsz majd a Warlocken CBT-vel. Sőt, azt hiszem, hogy ezt a Spirit ezt lecserélem egy staffra, hogy legyen Prime Bonky Gem, hogyha akarok a Csalej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 
csinálni? Alukáljunk, level up-oljunk. Jön a hatalmas power spike. Amikor level up-olsz, én gyorsan teszek egy PH-t. Jó. Mert vélem gyorsan level up-olok. Te meg akkor el tudod magyarázni, hogy mi a miau. Na és akkor 16 órán keresztül rakjuk össze a tábort, mert lassúak vagyunk, I guess. Ilyen rohadt lassan állítjuk fel a sátrat, mi? Hát ez az. Befejezted a healing potit? Nagyon jó. Ja, na mindjárt jövök. Oké. Addig én közben elmondom, hogy ugye D&D szabályok szerint minden páratlan szinten kapják a primary casterek a nagyobb szintű spelleket, tehát level 5-ön kapjuk meg a level 3-as spelleket, úgyhogy most lesznek itt viccességek mindjárt. Druid spell casting, ugye jó, magasabb szintű a druid, de nagyon szép, nagyon jó, gyorsan level up-oltatom Erevidet is. Nála a legfontosabb dolog itt az lesz, hogy kaptam ugye extra spell slotokat, kaptam 2-es szintű spelleket, és kaptam extra attackot, ami azt jelenti, hogy most már nem kétszer, hanem háromszor fogok támadni, ugye kétszer main handel, egyszer off handel. Úgyhogy ez már egy egész korrekt bónusz, nem unlearnünk semmit, és 2-es szintű spellek közül egy darabot megtanulhatok. Az pedig mi legyen? Pass without a trace az jó kis lopakodós cucc. Nem tudom, mennyit fogunk lopakodni, de azért nem egy utolsó gondolat. Dark Vision-je szerintem mindenkinek van, úgyhogy nem kell. Bark Skin van a druidánál, nem kell. Restoration lesz a druidánál, nem kell. A Silence még egy hasznos dolog lehet, hogyha spellcastereket akarunk megszivatni. Egyelőre a Pass Without részt lesz, mert az egy jó kis support cucc, és úgyse kombatban kell használni, akkor kombatban megmarad a action economy arra, hogy minél többet támadjak. Na de, most jön az, hogy Mr. Druida-val eldobom a Bark Skint, mert arra most nem lesz szükség. Fairy Fire, Healing World, Goodberry, Thunderwave maradjon. És Spike Growth mindenképpen maradjon. Vissza is vagyok. Welcome back. Átpallom a levelet. Maradhat. Old Person maradhat mondjuk. És akkor van két spellem. Ugye a Daylight az nagyon fontos lesz itt a következő dolgokban, mert hogy élő halottak, vámpírok és egyéb ilyen vicceségek ellen nagyon fincsi. És akkor a másik pedig a Call Lightning lesz, amit, sőt, a Moonbeam-et valószínűleg lecserélem egy Dispel Magic-re. És akkor így van sebző spellem, van utility spellem, és van
ilyen buff eltüntetés és egyébre használható Dispel Magic-em. Nálad mi lesz a döntés? Én szerintem berakom a Detect Magic-et. Ja, Paladinnak? Legalább azzal ne kelljen bajlódni, bár vaciláltam a Branding Smite között, de... Detect Magic-ja van a druidámnak, tehát hogy nem muszáj. És én tudom rituáléként kasztolni. Akkor berakom a Branding Smite-ot, és akkor a Warlock-kal pedig... Ott már van, nem akarok unlearn. Semmiképp nem akarok unlearn. Na jó. Mit kéne betenni? Tövig. Eldritch Spear. Ja, kaptál új invocation-t? Aha. Mondjuk azt Eldritch Blast. You ignore any cover on the target. Uh-huh. Half meg three quarters covered, azt teljesen ignorálod. Én szerintem ő lesz az. Eldritch Blast vending machine leszel? Megtaláltuk, igen, megtaláltuk, hogy mit szeretnénk, nem akarok unlearnelni, és akkor tanulhatok egy... Kettő. Firebolt. Hát, az nem egy rossz változat. Ja, legyen Fireball. Én igazából lehet, hogy unlearnelném a Shattert. Mert úgyse fogod soha használni, hogyha már van Fireball. Majd legközelebb. Ja. Mert akkor legközelebb még egy valami másik ilyen situational spellt azt össze tudsz hegeszteni magadnak. Yes. Na jó. Akkor. Ja, Engbivel már nem kell beszélni, mert ő már most elcsontozódott, ahogy így megszereztük a frontjait. Vissza a hátsó bejárat. És most már akkor tiszta az út, hogy bemenjünk. Bemenjünk bosszantani a bent lévőket. A bosszokat. Akkor let's go. Így, és akkor hol volt, ahol? Ja, itt volt. Oldalt. Útba ugrunk gyorsan. Várj, itt a fönt, itt azt megnéztük már? Nem. Megyek felérte. Ez egy No Path to Destination. Barátom, ott vagy fönn. Hát, hogy így... Döntsd már el. Nem találom az utat oda, ahol vagyok. Igen. Úristen, hol vagyok? Ki vagyok? Mi vagyok? Hát ez egy light crossbow, meg egy kis kaja, meg hát egy marék pénz. Úgyhogy ennyi volt. Mehetünk utunkra. Jön a csatorna. This drain could be a way in. Into what? Köszönjük, Captain Obvious. The bathroom's one way and the cesspool the other. Suppose we get down there and it's just 6-inch pipes. Then we'll look for another way in. But let's try it first. Igen, vicces lenne ilyen kis csöveken kéne át erőltetni magunkat, de hát szerencsére nem így van. Ez még nem olyan város tervezés volt ez a kastély, És ezért 6-incses részcsöveken keresztül kelljen mászkálnunk. És gondolom, mivel kevés az élő illető a kastélyban, nem is túl sok a szennyvíz. Illetve... Igen, ott könyvek vannak. Vagy könyves polcokat mindig érdemes kilootolni, mert crafting receptek lehetnek bennük, amit... Többek között poison, de az már megvan valószínűleg. Szerintem megvan. Meg a revivify, scroll, hát... Újjaj. Meg, ja, ez a legfantasztikusabb, most fel is fedeztem, ahogy ide jöttem. Itt egy ajtó, és rögtön az ajtó mellett egy titkos ajtó. Tehát, hogy így... Elnézést... Építészeti remek mű. De mély. Szerintem én a DPS-t lehagyom, csak a távolságit hozom föl. Ja. Ezt meg berakom ide a polc mögé. Én a druidával felmászok. Én meg ezzel bejövök a polc mögé, ahogy te is. Látnak? Már nem. Jó. Ez lesz egy fireball arra a tömegre? Melyik tömegre? Hát, ja, hogy erre? Kifele.
Hello! Ti is szopni jöttetek ide? Nem, égni. Viszlát! Az 5 darab halon. Hányszor trigger a Dark One's Blessing-ed? Nem baj. Kapok igen. 400 csillió MHP-t. Ja, Isten. Remek. És ugye itt nincsen limit azon, hogy hányszor... hányszor... short restelünk, tehát... ezt minden fightban eljátszhatod, ha szeretnéd. Igen. Ready? Cantrip. Te várj. Igen, nem is értem ezt a két limites short restet, tehát, hogy így... nagyon fura. Mhm. És akkor most stealthből arra a jót itt lélekre rá. Jó. Igazán meghallhattál volna jó barát. Még egyszer, piú. Ötös szint, ugye már. Szerintem ezt jól kezeltük. Yes. Ezeket megdeglesztettük, mondhatni. Jó, hát magyarok nyilaitól ments meg uram minket. Könyves polcok, raktárak, lootok, everything is awesome. Most én nézem meg a könyves polcot, meg nyitogast ki nyugodtan azt az ajtót. Van benne egy kis pénz, meg egy Hearthstone, és ez nem a játék. Mert az TH-val van. Ez fali óra. Nem baj, megpiszkálom. És akkor itt egy ékszeres doboz, hogy mi az Isten van itt a csücsökben. Ó, van egy encrypted spellbook, amit majd a Circle of Donantarnak adunk adni, meg egy Lizaria's Journal. Na, Lizaria's Journal-t ezt elolvassuk. Nem olvasok, hosszú szövegelés. Gyakorlatilag csak a Mardraktról, a mágusról, meg a Aksa nevű, nem tudom, tanácsadójáról beszélget. Hát Aksával még lesz bajunk, meg igazából Mardraktról is lesz bajunk, hogyha minden igaz, de... Nem itt volt egy másik titkos ajtó, vagy csak nem, nem veszem észre? Hiszem... Szerintem nem kellett ott lennie. Ó, a kövinél. Ide sétálok. Aha. Ja, nem itt a kövinél. Ja. Hello. Ja, igen. Itt is lesznek zombok, meg aszterek, meg mindenek. Megé feltűnő az a paladin. Nem tudtam a másikat letriggerelni. Nem baj, én triggereltem, hogy ne triggerelődjön az ő körük. Úgyhogy kaptak surprise-ot szerencsére. Úgyis jó. Éppen nyomtam a másodikat a... Crit. Jó, akkor menjünk el idáig. Még mindig sunyogva természetesen. Ja, akkor gondolom oda valahova a Dark Apprentice-ek környékére, ja, ott van. Küldesz egy foyer balt, akkor... Hogy is van? It hit me like a fireball. Bár miért van még egy? Van kettő. Ha, jó. Ready? Red eye. Mister. Suttyomputty. Minél inkább befele dobálod nekik, annál szebb a dolog. Vagy tedd be nekik jól azt a fireballt. Három, kettő, egy. Oké. Másik az fönn van, vagy hol van? Ott lesz valaha hátul. Ha. A gyökér. Nem baj, ő is szörpöt volt rajzolva, tehát... Még azt onnan el tudom találni vajon melee-ben? Szerintem lehet, hogy onnan eltalálom melee-ben, úgyhogy...
Yep. No. Ah, hátul van. Jobban hátra kellett volna helyezni, de a francia tudta, hogy ott van. Krit. Még lenne egy támadásom, de már nincs, úgyhogy... nem csinálok semmit. Az még fontos talán. Polgár. Kolgó gyomollal. Van itthon is én császárszalonnám. Paradicsom. Nem hangzik rosszul. Ja. Nekem meg az a tervem, hogy stream után majd megint csinálok egy rántottát. I don't believe it. Ha? Nem tudok könnyogni. Edge. Na minden. Mr. Paladin. Berohanok. Trap. Avagy Mr. Konzerv. Tehát, hogyha tudod az apprentice-t lőni, akkor... Ja, megkínálom a hátsót. Minél kevesebb spellcasting, annál jobb, és ne felejtsd, hogy két darab izét tudsz már lőni. Eldritch-et, úgyhogy... Tehát hátba lövöm. Piu. Neked nincs jó napod. Not really, no. Mi zombit is megritkítjuk. Szerintem ez pont ennyi is lesz. Keep them coming! Gyönyörű. Akkor... egy lootolás. Semmi érdekes. Könyveket kilootolom. Egy unidentified nagy poti. Meg még egy szerelmes vers, amit most nem olvasunk. Ide lent mi van a dobozkában, meg itt is van még valami. Könyvkupac, meg... alkemi alapanyagok. Jöhet bármikor. Remarkable arrow, bár... jobbféle nyíl, ugye plusz egyes, ha minden igaz. Nagyon kéne valaki, aki tud... aki tud identifálni. Nem itt volt a titkos? Nem hiszem. Nem, itt egy könyv van még a falon, meg egy másik a... asztalon. Ezzel nagyon okosak lettünk. Egy short restet nyomjunk szerintem, csak hogy legyen neked újra spelled. Not safe to rest here. Akkor vissza egy szobával. Itt, hello. Ja. Hát az long rest. De hogyha long restelni safe, akkor gondolom short restelni is. De long restelni valószínűleg nem safe. Megőrülsz. Csinálsz bogyót? Ja, nincs kajánk? Not safe short restelni. A long restelni meg igen. Szóval, mi van veled, játék? Érdekes. Vagy nem. Ja. Itt ledőrünk, alszunk 16 órát úgy, hogy a szomszéd tele van enemivel. Logikus, nem?